Rogán Antal van itt a vonalban. Haló, haló! Haló! Jó estét! Üdvözlő. Jó estét kívánok! Nos, ma volt egy kijelentése. A Fidesz végig igazat mondott a választási kampányban, mi legalább nyugodtan tudunk tükörbe nézni ellentétben a szocialistákkal. Jól idézem önt? Helyesen idézem önt? Ha jól sejtem, akkor egy Magyar Nemzet interjút készült. Így van, egészen. Én idézem, ami egyébként napokkal ezelőtt készült el. Elnézést, a pontatlanság. Mi csak ma értesültünk. Egyébként nem sok időm van újságot olvasni, úgyhogy ezt momentán nem olvastam, de ezek szerint ma jelent meg az interjú. No, hát annó az Indexnek volt egy ígéret kalkulátora még a választások közelettével, ebben 3797-től 3868 milliárd forintig számolták össze körülbelül annak a költségét, amiben ezek az ígéretek kerültek volna, hogy néhányat ebből felidézek: TB járulék csökkentések 29-ről 19-re, 14. havi nyugdíj, lakástámogatások, autópályadíjak, egészségügyre a GDP 7%-a, 4 nagy kórház, SZIA kulcsok csökkentése, családi adók. Ez szépen a jó indulatú megközelítés, tehát maradjunk ennyiben egyelőre. Természetesen sorolhatja még sokkal tovább is. Kezdjük talán onnan, hogy mi két dolgot mindvégig elmondtunk a választásokon. Az egyik, hogy ha abból indulunk ki, amilyen helyzetet a szocialisták vázolnak az ország állapotáról, mert az ellenzék csak azt tudja elmondani, hogy milyen az ország állapota, amilyen adatokat egyébként a kormány vele is, meg a közvéleménnyel is közöl. Ugye egy valamivel meg tudunk egyezni, hogy utólag kiderült, hogy a kormány nem mondott igazat arról, hogy milyen az ország gazdasági helyzete és a költségvetés. Ebben abszolút meg tudunk egyezni? Teljes mértékben. Ebben egyetértünk, ugye? Tehát innentől kezdve természetesen másként kell mindezt nézni. Rengeteg tényt tudunk mondani, amiben egyetértünk, ezek tények. Tények, hogy hazudtak, ez nem. Ebben nincsen köztünk vita. Ön azt mondja, hogy önök igazat mondtak, tehát 3800 milliárd forint. Én azt tudom mondani, lenne most, hogy ami most nincsen. Az utolsó három hetében a kampánynak, amikor már egyre több gazdaságkutató adataiból, és főleg az Ecostatnak, tehát az Európai Unió statisztikai hivatalának az adatbázisából egyértelműen kiderült, hogy a kormány nem mond igazat. Igen. Akkor jó, én magam tartottam 4 olyan sajtótájékoztatót, ahol elmondtam, hogy ez a baj. Tehát így néz ki az ország gazdasági helyzete, és személyesen azért merek egészen nyugodtan az emberek szemébe nézni, mert a két forduló között én magam tartottam azt a sajtótájékoztatót, sőt az első forduló előtt is, amiért aztán utána Gyurcsány Ferenc, ha jól emlékszem, Orbán Viktor gyalázta a televíziós vitájukban, miszerint, hogyha ez így folytatódik, akkor a szocialisták, ha rájuk szavaznak az emberek, be fogják vezetni a vizitdíjat, és azt fogják csinálni, hogy ismét be fogják vezetni a tandíjat. Akkor mindegyikre az SZDSZ válaszolt a tandíjra, az SZDSZ azt mondta, hogy soha nem lesz tandíj, Gyurcsány Ferenc pedig személyesen mondta azt a televíziós vitában Orbán Viktornak, hogy nem lesz vizitdíj. Hát ezért merek egészen nyugodtan az emberek szemébe nézni, mert én azt gondolom, hogy akkor már 3 héttel a választás előtt elég világosan elmondtuk, hogy sajnos ellenkező esetben ez fog bekövetkezni. Én azt gondolom, hogy még ország jelenlegi gazdasági helyzetében is lehetett volna sok mindent másként csinálni. Nekem személyesen az a véleményem, hogy lehetséges, hogy egyébként egy egykulcsos adó bevezetése, mondjuk a TB járulék csökkentéssel együtt, az lehet, hogy az embereknek is mélyen belevágott volna a zsebébe. De az a helyzet, hogy még mindig jobbat tett volna az ország gazdasági helyzetének, mint amit most művelnek. Mert most bárhonnan is nézem, például bonyolultabb lesz az adórendszer, mint akár egy esztendővel ezelőtt is volt. Ennek nem az lesz az eredménye, hogy az országban az emberek szenvednek 2 évig, és utána gazdasági fellendülés következik, hanem pontosan a fordítottja. Én most jövök, mielőtt hívtak innen, a kerületből, egy bérházból egy beszélgetésről, ahol ott volt 30 ember, és közülük 6-an mondták el nekem, hogy kisvállalkozásoknál dolgoztak eddig, de nem fogják tudni megtartani az állásukat, már most mondták nekik, mert a dupla TB járulékot az életben nem fogja tudni kifizetni a vállalkozó, ezért el is mondta nekik, hogy ők egyébként októberrel vagy novemberrel el fogják veszíteni az állásukat. Talán ezt azért végig kéne gondolni, mert én azt gondolom, hogy akkor van értelme bármilyen gazdasági megszorítást megcsinálni, hogyha egyébként legalább közben azokat, akik munkahelyeket tudnak teremteni, azokat viszont nem sújtjuk pluszban, mert munka nélkül az emberek egyébként a növekvő terheket sem fogják tudni megfizetni, mert semmilyen pénzük nem lesz. A munkanélküliség növekedése az nem megoldás. Ezért azt gondolom, hogy az egy dolog, hogy nem mondtak igazat az ország gazdasági helyzetéről, a másik dolog pedig, hogy amit csinálnak jelenleg,
az nem fog jót tenni az országnak, csak rosszat. Ezért hiszem azt, és ezért gondolom, hogy a Fidesz Jó reggelt Magyarország kiáltványának igazsága van, amikor azt mondjuk, hogy ezeket az intézkedéseket sürgősen vonják vissza. Nekem a következő kép rajzolódik ki azok alapján, amit ön említ. Egyrészt azt mondja, hogy ez az Index által összeszámlált ígéret, halom, ez akkor lett készen, amikor valójában hamis információkkal rendelkeztek. Nem, ne arra, ugye először is az Indexnek nem volt igaza. Én ezt sokszor elmondtam annak idején, hogy lehet, hogy senki nem hajlandó tudomást venni róla, hogy vannak olyan adócsökkentési formák, amiknek az a végeredménye, hogy azok, akiket addig adóztattak, azok több adót fognak betizetni, mert kevesebbet fognak el. Ugyan mi 1998 és 2002 között 10%-kal csökkentettük a TB járulékot. 1998 és 2002 között. És ebből 3800 volna, az lett az eredménye, hogy mikor átadtuk a kormányrudat, több TB járulékot fizettek be a vállalkozók, mint 1998 előtt. Azt gondolja, hogy akkor talán ezen el kéne gondolkodni, és nem úgy kéne számolni, hogy ez csak bevétel kiesés, hanem az adócsökkentésből eredő bevétel növekedés. Tehát most már érdemes lenne újra nyitni, persze, de ma nem erről van szó, ne haragudjon. Nem a Fidesz választási ígéreteivel kell elszámolni. Talán a szocialistáknak kéne a saját választási ígéreteikkel, és a választás hazugságaikkal elszámolni. Akkor viszont ebben önnek tökéletesen igaza van, akkor viszont nem értem, hogy miért nyilatkozza azt, hogy mi igazat mondtunk, a kormány hazudott. Mikor ez úgy lenne pontos, az ön kristálytiszta logikájából kiindulva, hogy a kormány azért hazudott, mondom, uram, haragudjam, a kormány hazudott, mi pedig nem derült ki, hogy igazat mondtunk-e. Maradjunk abban, hogy olyan sokat beszélt a rádióban, én keveset, úgyhogy ha lehet, akkor a műsoridőt inkább én használnám fel. És ami azt illeti, azt tudom mondani önnek, amit már az elején is mondtam. Azért merek nyugodtan az emberek szemébe nézni, mert 2 héttel a választás előtt elmondtam, hogy ha az ország gazdasági helyzete olyan, mint amilyennek az Ekostat mondja, és nem olyan, mint amilyennek a Gyurcsány kormány, abban az esetben sajnos arra kell számítaniuk, hogyha a szocialistákat bízzák meg még egyszer, akkor lesz tandíj, lesz vizitdíj, és megszorítások lesznek. És ezt gondolják végig, mert nem érdemes azokra bízni egy ország rendbetételét, akik egyébként elrontották. Mert ezt én azt gondolom a legjózanabb, legnormálisabb gondolkodású ember is így gondolja, hogyha ön egyszer valakire rábízza a pénzét, és azt veszi észre, hogy abból nem több lett, hanem kevesebb, és utána dönteni kell arról, hogy ki folytatja, akkor nem annakban fog hinni, aki addig elrontotta, hanem megpróbál keresni valaki olyan embert, aki egyébként új dolgokkal és másként áll hozzá, és talán abból, amit egyszer elrontottak, abból legalább helyre tudja hozni a dolgokat. És én azt gondolom, hogy ez volt a választás valódi tétje. Erről beszéltünk a két forduló között nem is egyszer, jó magam is, és ezért merek nyugodtan belenézni az emberek szemébe, tisztelt uram, akkor is, ha ön nem így gondolja. Szerintem az a legkevésbé lényeges, hogy mi mit, hogyan gondolunk, de visszatérve, az biztos, hogy a választási kampányban sok olyan elem, ami abban az adott pillanatban a Fidesz részéről riogatásnak tűnt, vagy riogatásnak lehet beállítva, az teljesen egészen gond nélkül beigazolódott. Erre szerintem a par excellence például a vizitdíj. Igen, szó szerint igaznak. Bizonyos, mondjuk erre például a vizitdíj, de ettől függetlenül az az én kérdésem, hogy valójában az az ígéretcsomag, amit nem tudok más tenni, mint újra és újra feltenni azt a kérdést, hogy valójában akkor onnantól kezdve, hogy rájöttek, hogy az ország valódi gazdasági helyzete nem engedni ezeknek az ígéreteknek nagy részének a megvalósítását, és még megengedem azt is, hogy nagyon sok olyan járulék csökkentés, ami valójában rövid távon költség kiesést jelent az állam számára. Igen? Azért álljunk meg egy pillanatra, mert egyrészt azt gondolom, hogy ezekre a kérdésekre válaszoltam, másrészt nem árt, hogyha a rádió hallgatók, akik most önöket tudják, azok minket hallgatnak, azok egy valamit tudnak. Azt, hogy amikor önök az én munkatársaimat megkérték arra, hogy ma adjunk egy interjút, akkor azt mondták, hogy a belvárosi polgármester jelöltet szeretnék megkérdezni a belvárosi elképzeléseiről. Én ezeket nagyon szívesen elmondanám, persze. Eddig egyetlen egy szó nem esett ezzel a beszélgetésről, és nem szeretném, ha olyan helyzet alakulna ki, mint a szocialistákkal a választás előtt, hogy más mondanak nekem, és más hallgatom. Hát úgy tűnik, hogy még nem egyeztetünk a szerkesztőnkkel. Az a helyzet, hogy ez a műsor, Nekem viszont ezt mondták, úgyhogy ennek megfelelően hadd kérdezzem meg. Ez a műsor szériájának a legeslegelső adása. Úgy tűnik, hogy a gyermekbetegségeket még nem nőttük ki. A Fidesz azonban már több mint 15 éve szerepel a magyar politikában, és még mindig látom a problémákat. Ugye megengedi tekintettel arra, hogy én kevesebbet szerepelek a magyar médiában, mint ön, hogy feltegyek egy kérdést önnek. Én az utóbbi néhány hónapban egyetlen egy valamivel foglalkozom, pontosan azért, mert azt gondolom, hogy mindenkinek
kell adni lehetőséget arra, hogy egyébként akár helyette mások csinálják jobban a dolgokat. Én nem vagyok olyan, mint a szocialisták, nem akarom folytatni. Ezért azt gondoltam az országgyűlési választás után, hogy volt elég dolgom ahhoz az országgyűlési kampányban, meg egyébként az országgyűlési választás során, hogy az ország dolgaival foglalkozzam. Most a szűkebb pátriámmal, a belvárossal szeretnék foglalkozni. Ez az észrevette hónapok óta. Nem szereplek az országos médiumokban, az a Magyar Nemzet Interjú is a belvárosi programról szól. Egyetlen egy olyan kérdés van benne, joggal, ami a előző kampányfőnökhöz vonatkozik, arra tisztességgel válaszoltam, hogy az ön kérdéseje is. Épp ezért nem szeretném, hogyha most abban a helyzetben kerülnének a rádió hallgatók, hogy egyébként ne tudnák, hogy mi miért is beszélgetünk egymással. Hát azt gondolom, hogy ez a tisztességhez hozzátartozik. A problémákról, amelyek adódnak, amelyek felmerülnek. És most újra csak azt tudom kérdezni, de komolyan, mert hogy ez az aktualitása ennek a beszélgetésnek. Beszélgetünk a belvárosi programról, vagy sem, mert nem haragszik, rám itt a belvárosban még vár körülbelül 30 ember. Tehát én megértem, hogy ön ezt a rádió műsort kampánycélokra szeretné felhasználni. Én megértem, hogy ön ezt a beszélgetést ezt kampánycélokra kívánja felhasználni, de vannak itt kérdések, amelyek talán még azon kívül érdeklik az embereket. Arról van szó, hogy az MSZP a választások előtt 1420 milliárd forintot ígért, önök a választások előtt 3790 milliárd forintot ígértek. Hát azért ez is műsortörténeti pillanat, bár a műsor első adása ez, hogy letették, hogy ránk csapták a telefont, Rogán Antal ránk csapta a telefont, mert nem volt hajlandó elszámolni azzal, hogyha az ország helyzetét ők kritikán alulinak és katasztrofálisnak ítélték meg a választások előtt, akkor miért ígértek 2,5-szer több pénzt az embereknek, mint az MSZP. Az MSZP ígéretei hazugságnak bizonyultak, holott 2,5-szer annyit ígért a Fidesz. Vajon a Fidesz ígéretei minek bizonyultak volna? Ez a nagy kérdés. Tehát amikor Rogán azt mondja, hogy mi legalább nem hazudtunk, és hogy az ország helyzete katasztrofális, és hogy indokolt kiosztani 3800 milliárd forintot, akkor hogy is mondjam, hát valami nem stimmel. De ez milyen, hogy a Rogán az velünk, a nem tudom én milyen önkormányzati, nem tudom milyen kampányáról akar beszélni, tehát így konkrétan kampányt akar formálni a műsorból. Tehát a Rogán az valamit nagyon nem ért, nem érti ezt a demokrácia dolgot, tehát nem érti, hogy mi vagyunk a sajtó, mi kérdezünk, ő válaszol a mi kérdéseinkre. Miért? Mert a mi pénzünkből él, mint parlamenti képviselő. Tehát ő egy hivatalnok. De ezt most komolyan mondom, ő parlamenti képviselő, sőt, ő nagyobb, magasabb hivatalnok akar lenni, ő polgármester is akar lenni. És ő valamit nagyon nem ért, amikor én megkérdezem, hogy ő az én pénzemen hogyan számol el ezzel és ezzel az ígéretével, hogy mint stb., akkor ő azt mondja, hogy ő nem erről akar beszélni, hanem amarról, és amikor én mondom, hogy én azért erre kíváncsi vagyok, akkor rám csapja a kagylót. Tehát, hogy mit gondol a demokráciáról egy ilyen ember? De most ez komolyan? Nézd, hogyha én veled megbeszélem azt, hogy egy élő rádió műsorban mi a Juventus tavalyi szezonjáról fogunk beszélgetni, és utána az első kérdésem arra vonatkozik, hogy hogy áll a Lékónak a sakvilágbajnoki címe, valószínűleg meglepődsz. Ennyi. Szerintem ennyi jár a Rogánnak, ez rosszul lett egyeztetve, akkor ezúton is legyen övé az elnézést, ettől függetlenül ez semmi más, hanem hivatkozási alap, mint egy szervezési pontatlanságra. Jól van, igyekezni fogunk a jövőben az ilyeneket elkerülni. Sziasztok, itt vagyunk veletek. Na látjátok, reggel nem rakta volna le a telefont, írja Brogyi. Jó, ez jól indul ez a széria. Abszolút. Elindult a széria, és a Rogán már is kiakadt, kész. De a Rogánnal se lesz több beszélgetésünk, szerintem nem fogja a jövőben fölvenni, ha hívjuk, nem? Azért ezt ne előlegezzük meg, mi meg fogjuk próbálni, aztán majd meglátjuk. Ja, azért is azt mondom nektek, hogy tartsuk rajta a szemünket a politikusokon, mert hogyha éppen nem arra nézünk, akkor teletömik a zsebüket. Jó? Viszlát.